és mellett is van mellettem Török Ferenc sportújságíró. Szia Feri, köszöntelek a műsorban. Köszöntjük minden sportrajongót. Akivel az elmúlt hét sportesemény fogjuk majd együtt átnyálazni, indítsunk is egy kérdéssel, hogy Budapest rendezi-e a 2024-es olimpiát? Sokszor pályáztunk már erre a címre. VB-re is pályáztunk. Nem, aztán... olimpiára még nem pályáztunk, csak mindig felvetődött, hogy most szeretnénk pályázni. Most ez egy dolog, hogy ez felvetődik, ez a kérdés, hogy jó lenne, ha Budapest rendezne egy olimpiát. De az is egy dolog, hogy írunk egy jó kandidálást, de utána azt meg is kell valósítani. És itt kezdődik a dolgoknak a neheze. Én nagy képviség nélkül mondom, voltam a három olimpián. Ott azért látja az ember, hogy milyen irtózatos elvárások vannak, milyen tömeg van, milyen infrastruktúrának kellene, stb. Ettől függetlenül nem reménytelen a dolog, de még egyszer mondom, az egy dolog, hogy mi szeretnénk, az is egy dolog, hogy írunk egy jó kandidálást, utána kezdjük a dolgok neheze. Miért lenne nekünk jó szerinted, hogyha olimpiát rendezhetnénk? Hát ez is egy fantasztikus rangot adna az országnak. Másodszor ugye az itt élő emberek egy tucatnyi, nem is több tucatnyi, több száz olyan sportolóval több ezerrel találkozhatnának, akik esetleg mindig csak televízión vagy álmukban látnak, vagy óhajban, vágyálmukban látnak. És hát az sem egy titkó dolog, és az sem egy újdonság, hogy ez gazdaságilag mindenképpen jót tenne. Már olyan szempontból, illetve már akkor, vagy úgy, hogyha erre a célra épült létesítmények után ki vannak használva. Pont ezt akartam kérdezni, hogy amikor egy ország olimpiát rendez, akkor kapnak valamilyen fajta anyagi támogatást? Hát mindenképpen kapnak, de azért a dolgok nehezét, a súlyát azért az országnak kell viselni. Meglátjuk. Mi szívesen mennénk, az biztos. Lenne, miről beszélünk. 2024-ben is, legalábbis remélem. Folytassuk birkózással. Egy arany, két bronz a kötött fogású VB érem termése. Igen, mondhatnánk úgy, hogy amilyen rosszul szerepeltek a szabad fogású birkózók a világbajnokságon, olyan jól szerepeltek a kötött fogásúak, úgyhogy mondhat két bronz, egy aranyérem. A Lőrinc testvérek szállították a bronzot, Viktor és Tamás. Egyikük 66 kg-ban, másik 85 kg-ban. És Viktornak azért is el is remélhető ez a bronzérem, mert tavalyi világbajnokságon is szintén bronzérmes volt, tehát most már ez a másik VB bronzérme. Bácsi Péter pedig idén megnyerte az Európa-bajnokságot, tavaly is Európa-bajnok volt, most nyert mellé egy világbajnokságot 80 kg-ban. Azt, ahogy ő mondja, most már csak a olimpiai bajnoki cím hiányzik neki, és ezt jóban szeretné megvalósítani. És érdekesen nyilatkozott a győzelme után, azt mondta, és én az ilyen sportokat nagyon kedvelem, nagyon szeretem, azt mondta, hogy azért jött Taskentbe, hogy megnyerje a világbajnokságot, hogy elvigye én az aranyérmet, és ezért mindent meg is tett. Amikor ő szőnyegre lépett, azt mondta, ő érezte, hogy amit ő akar, azt véghez tudja vinni, tehát meg tudja valósítani az ellenfelein, és ebben a rendülettel, ezzel a ritmussal ment végig sorra a riválisokon, lenyomta őket, és így meg lett az aranyérem. Azt hiszem, Mohamed Alinak volt egy olyan mondata, amikor belépett mindig a ringbe, hogy győztesként megyek be, és úgy is jövök ki. Tehát, igen, hogy az nagyon-nagyon fontos. Nagyon mikor... fontos, hogy az ember pszichésen hogy áll a dolgokhoz, de természetesen ebben mindig hinni kell, meg a sporton mindig győzni szeretne, és nem véletlenül mondják azt, hogy hozzam ki magamból a legtöbbet, és azt meglátjuk, hogy mire elég. Na de hát azért, ha tényleg valaki mindent megtett, és minden rendben is van, azért, hogy általában siker a vége, de előfordult persze, hogy van egy kis csalódás is. Folytassuk atlétikával, viszont hogy látom a Honvéd ifjú klasszisa, hát az verhetetlen. Hát igen, azt hiszem, hogy sok-sok évtizede volt annak, talán azt hiszem 76-ban Montreálban a gerelyhajítás döntőjében az olimpián dobott világcsúcsot magyar atléta Németh Miklós, és most újra világcsúcs tartók van atlétikában, 60 méteres síkfutásban a Honvéd kiváló kis futója, Ilovszky Dominik, aki mellesleg egy futballcsaládból származik, hiszen a nagypapája vagy nagybátyja, Ilovszky Rudolf, a vasas hajdanvolt játékosa és edzője, szövetségi kapitány, a családfa egyik sarja,
és Dominik ugye kiváló atlétának, Dominikből kiváló atléta válhat, hiszen most már idén másodszor javította meg a 60 méteres sífutás gyerek világcsúcsát, most éppen Brinóban futott 7,23 másodpercet, és emellett még megnyerte a távolugrást is, ami szintén egy nagyon jó eredmény, a 576 centi, tehát ha nem rontják el, ezt úgy értem fejben és edzés tematikailag sem, akkor még egy jó atléta válhat bele. Most egyébként mielőtt idejöttem volna a stúdióba, előtte éppen találkoztam vele, a Honvéd Pálent voltam, és egy nagyon céltudatos, nagyon-nagyon helyes gyereket ismertem meg benne, aki azt mondta, hogy ő most nem azzal foglalkozik 12 évesen, hogy majd ő milyen atléta lesz, hanem azzal foglalkozik, hogy majd ha leérettségizett, akkor egy jó egyetemre tudjon járni. Egészen pontosan Harvardra szeretne járni, úgyhogy nem kicsi a célja se a sportban, sem a magánéletben. Igen, hát ez főleg a sportoknál ez valamilyen szinten most már elvárás kell, hogy legyen, hiszen előbb-utóbb mindenki sajnos vagy nem sajnos megöregszik, hogy azért mindig kell, hogy legyen egy B-terv. Igen, de hát igen. Meglátjuk. Folytassuk lövészettel, ahol is Renáta harmadik. Tóbai siker Renáta, egészen pontosan a Honvéd kiváló céllövője, sportpisztolyban bronzérmet nyert, és azért is dicséretes ez, mert nem csak a sportlövők, hanem a magyar sportolók között is ő az első, aki kvalifikálta magát a riói olimpiára, de Renáta nem elégedett meg ezzel a bronzéremmel, hanem egyéni bronzérmével, hanem csapatban is másik két társával nagyon jól lőttek, és ott is bronzérmet szereztek, tehát két bronzérem a világbajnokság termése. Ezt a lányok produkálták, sajnos a férfi sportlövők nagyon leszerepeltek, viszont van még egy aranyérmünk lövészetben, Major Veronika, aki a juniorok között nyert aranyérmet, úgyhogy a nők megmentették a magyar sportlövők becserét, tudtam, hogy mindig a nőkre lehet számítani, így volt ez most is. Szerencsét felül, hogy jót mondtál a Renátáról, csak mert folytassuk Gyergáncsal. Jó. Karakas Hedvig, szintén a Honvéd judósa, 57 kg-ban a zágrábi Grand Prix versenyen fölényesen haladt egészen a döntőig, egyik a bolgár ellenfelét Ipponnal, a másik ellenfelét Jukóval verte, az elődöntőben pontozással győzött, és aztán sajnos a döntőben kikapott egy francia lánytól, de így is egy nagyon szép teljesítmény ez, Karakas Hedvigtől is. Idén ez már azt hiszem a harmadik vagy negyedik GP, amin érmet, de a dobogós helyen végez, úgyhogy azt hiszem, hogy nem panaszkodhatunk a női cselgáncsozók teljesítményre sem. Folytassuk autósporttal és rally világbajnoksággal. Hát, tizedik futamot rendezték a rally VB-n, és ugye az volt a kérdés most is, mint eddig mindig, hogy ki nyer, a finn Latvala vagy a francia Ogier. Hát most megint a francia fiú volt gyorsabb, ha nem is sokkal, de ha belegondolsz, egy 350 kilométeres etapon 7 másodperccel győzni, az egy elég nagy bravúr, de Ogier ismét gyorsabb volt, hogyha minimálisan is Latvalánál, és ez azt jelentette, hogy a pontversenyben 50 pontra növelte előnyét, tehát szinte biztosra vehető, még 3 futam van hátra a rally VB-ből, és biztosra vehető, hogy idén is Ogier lesz a világbajnok, tehát megnyeri világbajnoki címét. Persze még minden elképzelhető, 3 futam alatt sok minden történhet, de a előjelek azt bizonyítják, hogy bizony címvédésre van esély. Persze, meg hát az autósportnál nem tudjuk eléggé kihangsúlyozni azt, hogy nem csak a pilótán múlik a dolog. Igen, hát bizony, hát rengeteg technikai, igen. Azt mondják, hogy a technikai sportokban nem lehet előre tervezni, az is egy dolog, hogy te felkészülsz és jó pilóta vagy jó versenyző vagy, de ott aztán számtalan 50-50% az esély, de van úgy, hogy még szerintem több is a olyan körülmény, ami nem tőled függ. Hát bízunk benne, hogy minden rendben lesz. És szerencse, technika, persze, és a tudás, ez a három kell egy technikai sporthoz. És végül, de utolsó sorban beszéljünk egy kicsit a labdarúgásról, és nemzetközi, de először a hazai labdarúgásról. Hát most igazán nem panaszkodhatnak a labdarúgó rajongók, mert részben ugye itthon is már jó ideje tart a bajnokság, beindultak a nemzetközi bajnokságok is, ma elkezdődik a BL idei menetelés, ami egészen júniusig tart, na de az eredményekről, a Videoton elegánsan veszi az akadályokat, minden akadályt, eddig 7 mérkőzésből 7 győzelem, és az nagyon frappánsan csinálják a fehérvári
játékosok vagy vezetők, mert 7 mérkőzésből 21 pontot gyűjtöttek és 21 gólt is lőttek, úgyhogy teljes az egyensúly, úgyhogy bízhatunk, illetve a Fehérvárok bízhatnak abban, hogy hosszú idő után esetleg ismét bajnok csapatot avatnak a Sóstói stadionban. Nyert a Fradi 2-1-re, a Debrecen kikapott, viszont ugye nem tudjuk, a tavalyi bajnok nagyon-nagyon rosszul menetel, hogy ezt a kifejezést használjam, hiszen most csak éppen a 9. a tabellán. A Honvéd megverte a Szombathelyi Haladást, viszont a Kecskemét-Győr találkozó a nagy esőzés miatt félbe szakadt. Ugye 21 ponttal vezet a Fehérvár, a Videoton. A Ferencváros a másik 15 ponttal, és a MTK Budapest pedig a harmadik, tehát elég sűrű az élmezőn, de a Videoton 6 pontos előny az tekintélyesnek tűnik. Spanyol bajnokság, amit láttunk. Nyert a Barcelona 2-0 a Bilbao ellen, Real Madrid viszont megint kikapott, ez már a harmadik veresége ebben a szezonban a BL címvédőnek és a tavalyi második csapatnak, úgyhogy valami nyáron nem jól sikerült. Barcelona nyert, a Valencia is nyert, a Sevilla is. Tehát ez a három együttes, a Barcelona, a Sevilla és a Valencia alkotja a spanyol bajnokság első három helyezettjét. Angol? Hát angol bajnokságban most az a szenzáció, hogy végre nyert a Manchester United 4-0, és végre talán egyenesbe kerül ez a társaság is. Érdekes módon egyre többet cikkeznek arról, hogy a Real Madridból Ronaldo vissza szeretne térni a MU-hoz, Angliába, Manchesterbe. Hát, hogy ennek van-e alapja, vagy nincs, vagy csak egy ilyen szurkolói óhaj, azt ma még nem tudni, de tény és való, hogy Ronaldo mindig mondja is, hogy a angol csapatban, Manchesterben sokkal jobban érezte magát, mint most Spanyolországban. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nyert a Manchester, a Chelsea is nyert, a Chelsea vezeti a tabellát, a Liverpool szintén nyert, illetve az Aston Villa szintén, tehát Chelsea, Aston Villa a sorrend, a Manchester most ezzel a győzelmével együtt is csak a 9. a tabellán. Német bajnokság? Hát különösebben nagy szenzációt nem volt. Leverkusen 3-3-at játszott a Brémával, a Bayern München 2-0-ra megverte Stuttgartot, és a Dortmund pedig a Freiburgot verte 3-1, de Bayern München vezeti a tabellát, de hát ott még csak másik fordulónál tartanak, tehát ott még nagy jelentősége nincs ezeknek a dolgoknak. És végezetül Olasz Liga? Hát a Juventus Udinézét megverte 2-0-ra, Empoli a Rómától kikapott 1-0-ra, Napoli Kievó az 0-0 volt, és a Sampdoria pedig a Torinót vette 2-0-ra. Még ott is az elején van nagyon a bajnokság, tehát... Nem is csak most fog beindulni. Igen, nem tudjuk még, hogy mit hoz a jövő, hogy így mondjam. Ennyi minden értékesség történt az elmúlt héten. Mi várható ezen a héten? Hát éppen már pedzettem az előbb, hogy kezdődik rá már ma este, és holnap folytatódik, és egészen júniusig tart, elkezdődik a BL idei menetelése, úgyhogy minden héten jobbnál jobb mérkőzéseket láthatok a futballrajongók, illetve a BL szurkolók. A NBA-ben is folytatódik a hétvégén a bajnokság, egy rangadó lesz, két rangadó lesz, Szombathely Videoton, ugye a veretlen Videoton megy ugye Szombathelyre, akik ugye a tabella hátsó részén vannak a 13. helyen, és hát ne felejtsük, hogy Újpest-Fradi lesz a Megyeri úton, ami hát ezt mondani sem kell, hogy milyen nagy rangadó. Ezen kívül lesz Ritukus Sport Gimniszka világbajnokság, és a lovas sportban pedig a Nemzeti Várta. Számtalan érdekesség. Feri, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen.